Muzsika szó, jó hangulat, több száz ember. Így ünnepelte Székesfehérvár a Katalin napot 2012-ben is. Hol lehet Magyarországon méltóbban nekik ezt kívánni, mint itt Katinéri szobránál Székesfehérváron? A hagyományoknak megfelelően a város polgármestere köszöntötte a névnapozókat a Liszt Ferenc utcában. Dr. Cserpalkovics András úgy fogalmazott, Katinéni szobra és amit ez a szobor képvisel, nem csak az év egy napján hagyománya fehérváriaknak, hanem egész esztendőben kedves pillanatokat nyújt az arra sétálóknak. Katalinokat fogunk Katalin napján köszönteni, és egy kicsit ezzel keresztül is emlékezni a fehérvári hagyományokra, és a hagyományokon keresztül készülni az adventi időszakra, hiszen jövő hétvége már az advent első hétvégéje lesz, hogy aztán advent végén pedig, és az új év elején pedig megkezdjünk egy másik szép hagyományokra épülő évadot, a 2013-as esztendőt. Így élnek össze a fehérvári hagyományok, szerencsére sok van belőlük. A Liszt Ferenc utcai Katalin ünnepség után a hagyományőrzők és a résztvevők a Szent Sebestyén templom előtti téren folytatták az ünneplést. Varga Tamás országgyűlési képviselő a fehérvári, azon belül is a felsővárosi hagyományok összetartó erejéről beszélt. Ez a közösség ma is összetartó, és ma is egyben tartják a közösséget azok az erős asszonyok, akik közül Katinéni is való volt, és ezen a napon a Katalin napkor nem csak rá, hanem minden felsőváros és székesfehérvári asszonyra emlékezünk. Nyári Horváth István a Szent Sebestyén templom plébános a felsőváros több száz éves történetéről mesélt. A székesfehérvári Katalin nap batyubállal zárult a felsővárosi közösségi házban.